hogyan indult a irodalmi pályafutásod, hogyan jegyezted el magadat a költészettel? Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Én meglehetősen későn indultam a költői pályán, de mint kiderült, később is indulhattam volna, mert az eleje az mindig, hát ilyenkor már egy késői felismerés, de valamikor mégiscsak el kell kezdeni. A 2000-es évek elején valamikor 2002 körül egész véletlenül adtam be egy verset, egy pályázatra, rossz posta címet írtam, és akkor, és akkor ott hát az egyik helyi irodalmár volt a zsűri, Takszéke Hide Ágostan, sokan ismerjük, Gusztibát és akkor találkozott ő először az én versemmel, és akkor úgy gondolta, hogy felveszi velem a kapcsolatot, és valahogy onnan indult egyébként az egész, és milyen érdekes, hogy azért a Tokai író táborba, hát ha most élne Gusztibá, akkor azért egészen nagyot nézne, és nagyon örülne annak, hogy, hogy, hogy visszakanyarodtunk, mert azért nagyon sokat, sokat tett a Tokai író táborért. Szóval az irodalmi pálya valahol itt kezdődött, hát mint ahogy minden kezdő költő, én sem tudtam verset írni, és minél jobban haladok erő a korral, annál jobban rájövök, hogy, hogy egyre nehezebb, és egyre rögösebb ez a pálya. Majd ugye az első komolyabb megmérettetés az akkor volt, amikor a magyar napló kiadónál kijött az első kötetem, a nehogy egyedül címmel. Ez volt tulajdonképpen a debütálás, ott is publikáltam egyébként először a naplónál. Igen, de nem, az első köteted nem ott jelent meg. Hát ezt, ezt tartom az elsőnek. Előtte egyébként volt három, az az Alföld kiadónál volt ott egy egy, egy régiós kiadó, Ö, az meg egy ilyen megint egy pályázati pénzből egy ilyen megnyertem egy verspályázat, és akkor kiadták. Az első kötetnek az volt a címe, hogy rámcsogóra ajtók mögött a, a, a cím is sokat sejtett. Aztán jött a medzetek az 200 epigrammát tartalmaz, majd az apokrif ez egy ilyen egzisztencialista filozófiával foglalkozó kötet, de szóval ezek mind leginkább próbálkozások Kisérletek voltak. Igen. szájpróbálgatások de egyébként a portréhoz az is hozzátartozik, hogy nem csak költő, hanem zenész vagy zenész is vagy. Egyrészt oktattál is, úgy tudom, hogy gitártanárként tanítottál, azóta sem hagytad abba, van zenekarod is, és hát van egy nagyon fontos missziód, hogy erről pár mondatot mondanál, amikor járjátok zenésztársaiddal az intézményeket. Igen, hál' Istennek valahogy úgy alakult a, az életem, hogy a, hogy a, a, kapott vagy a hozott tehetségemet ténylegesen vissza tudom fordítani mások emberek, más embereknek a, a, a javára és segítésére. Szóval van egy ilyen projekt, ami, ami szerintem az egyetlen értelme az egész művészi pályámnak, hogy, kifejlesztettem egy olyan rendhagyó, egy olyan zenés rendhagyó irodalom órát, egy ilyen interaktív rendhagyó irodalom óra, tipikusan értelmileg akadályozott gyerekeknek, külön hát, csoportokra osztva, hogy az a, a enyhén a közepén és a súlyosan fogyatékos gyerek, vagy a meg akadályozott gyerekeknek, és ezzel járjuk az országot, Rózsasanyi barátommal, ő egy basszusgitáros, hajdöböszörményi kolléga, és hát mindig úgy megyünk, hogy megyeiket megyéket próbálunk meg ugye, felkutatni, és, és hát eddig azt hiszem 1600 gyerek hallhatta ezt az irodalomórát. Ennek ugye van egy, van egy, egy ilyen taní, tanítói vonzata is, de mégiscsak a költészet és a zene házasítása viszi rá ezeket a gyerekeket arra, hogy hát bizony arra az egy óra hosszára elfelejthetik azt, hogy nekik nekik milyen problémájuk van, és, és hát valószínűleg azért, azért sikeres ilyen mértékben ez az óra, mert soha nem úgy közelítem meg őket kortól függetlenül, mert ugye jellemző ezekre a, ezekre a gyerekekre, hogy hát teljesen mindegy, hogy most 5 éves vagy éppen 16 éves, hát szóval nem úgy tekintek rájuk, mint, mint sérültekre vagy betegekre, hanem, hanem, hanem mint, mint, olyan mondjuk kis vagy nagy csoportos óvodásokra, akik, akik gyerekek maradtak. És hát szóval ez a, ez a, címe is egyébként annak a, annak a pályamunkának, amit most elkezdtem írni, hogy akik gyerekek maradnak. Uh -huh. És ennyi elfoglaltság mellett mi vit rá téged arra, hogy a Tokai Írótábor titkári teendőit is elvállald? Ezen azóta is gondolkodom, hogy <laughs> hogy, 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 sikerült ezt még így hozzácsapni. Hát tulajdonképpen <laughs> engem is meglepett először, maga az ötlet, amit, amit, amit felvetettetek nekem. De ugye hát én is évek óta járok a híró táborba, és, és, és nagyon tetszik nekem ez az ötlet. Körülbelül azóta járok egyébként, mióta mióta a Hajdőveszőmű írótábor is van. Persze egészen más a kettő, össze sem lehet a kettőt hasonlítani, mert másról szól. És hát a, a legnagyobb kihívás ebben tényleg az volt, hogy, hogy a Sárai Laci 42 éven keresztül Hát szóval, szóval ő az atya az egésznek. Ez, úgy, ez, ez olyan, körülbelül én beszéltem vele erről, és mondtam, hogy ez főként ez egy bizalmi dolog. Mert hogy, mert hogy elkezdett nevelni egy gyereket, akit, akit ő szült meg, és utána 42 évesen elengedi a kezét, aztán én egy érett, kész dolgot kapok kézhez, és próbáljam meg úgy továbbvinni, vagy úgy tovább nevelni ezt a gyereket, hogy megőrizze a saját jellemét, de mégis ö, alkalmazkodjon a, a kor kihívásaia. Szóval, szóval ö, nem gondoltam, hogy, hogy ekkor a feladat. Ha tudom, akkor nem is biztos, hogy... Ne is gondolj bele. Nem hogy is szóval gondolok most, bele. Ne, ne is gondolj bele. E, ugye itt próbáltuk a mai összeállításban azt is illusztrálni, hogy milyen megújulásokon esik át esett át a tokai írótábor, de... Ezt is említve akár, de az a kérdésem, hogy mik a terveid a további megújhodással kapcsolatban a Tokai tábor esetében. Hát én azt hiszem, hogy amit egy ilyen kész és egész és érett dologhoz hozzá lehet tenni, az legelőször az, hogy nem szabad belőle elvenni. Hogy meg kell őrizni azokat a, azokat a lényeges és értékes vonásait a tábornak, amitől eddig működött. Mert hogy eddig működött. És hogyha ezek után nem fog működni, az, az már az én felelősségem lesz. Szóval, szóval, ami, ami működőképes benne, azt mindenképpen megtartani, és bizony ez egy működőképes és érvényes, érvényes írótábor, viszont lehet hozzáadni. Mégpedig például ezekkel a kisfilmekkel, amiket most láthattunk, ami, ami Hát szóval a háttérből egy kicsit a, hangulat, a hangulattal tesz, tesz alá a, az írótábornak a, a küldetésének. Akkor hát csináltunk olyan, olyan, ma már nem is nagy szó, mert ugye, hogy Facebook profil, meg eventünk van, meg mindenféle ilyen varázsige, a honlapot próbáljuk meg, meg ö, egy kicsit felfrissíteni. És ugye a literán már ugye tavaly is ment a, a, napló élő netes közvetítés volt idén is a, az írótáborról. Szóval... Ö, meg, meg, még talán még az, az, lehet, hogy ugye minél több társművészetet behozni a, írótáborba, és hogy ezt a zírótábort megszerettetni ténylegesen a, 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 fiatalabb generációkkal. És hát például most ugye itt volt az R25, és mondjuk olyan fórumokra eljutni, ahol, ahol most is érvényes párbeszéd folyik az irodalomról. Hát az irodalom szervezői munkád az elég szertágázó is sok és sok időt emészt fel. Van-e időd azért a szépirodalmi munkádságodra? Mivel készülsz most a közeljövőben? Idő az nincs, de azért mégiscsak, csak készülök, igen. Ez az egyik nagyon fő, vagy nagyon lényeges projekt, hogy hát ezt az órát, amit, amit tartunk az értelme megakadályozott gyerekeknek, ezt egy könyvvé szeretnénk össze, összestruktúrálni, egy nagyon gazdagon illusztrált, egy mesébe ágyazott könyvé, ahol, ahol, ahol lenne egy, egy kis zenei melléklet is, mert ezekhez a versekhez, amiket írtam, a Gerendás Péter szerzett zenét, és akkor azt szeretnénk egy CD melléklettel euh, még megtoldani a könyvet, akkor egy euh, kis euh, gitártabulatúrával, kotta melléklettel, mert euh, mert az a baja ezeknek az óráknak, hogy euh, mire végigjárjuk az országot, az, az több év. Szóval Mire mondjuk Hajdubiharból eljutunk Zalaegerszegre, itt már öt éves, sajnos új, új gyerekek lesznek, akik még nem ismerhették, és akkor, mint mondjuk egy segédtankönyvet ezt ezekbe az intézményekbe eljuttatni, és az ott dolgozó vagy szociálpedagógusok vagy óvónők, akik, akik alapban valamilyen szinten zenéje képzettek, ezeket az órákat ö, ö, meg tudnák tartani a gyerekeknek, és senki nem maradnak ki ebből. Hát ez az egyik. Ez, ez, talán a legfontosabb. A másik pedig megint csak egy ilyen alanyír lírai verseskötet, az Árnyék kapacímmel, címmel, aminek a kéziratát már most szerkesztjük. És amihez úgy hallottam, beszervezted Bezeréd az Zoltánt is. <höhem> Igen. őt is beszerveztem, mert ahhoz pedig tervezünk egy, egy hangos könyvet a, a, a Zolinak a, a, az előadásában. Köszönöm szépen!